Az időszaki kiállítás, ahol a mohácsi vész utáni korszak elevenedik meg a tárlókban, július közepe óta látható a Tatabányai Múzeumban. Olyan nemesi családoknak a felemelkedését szerettük volna bemutatni, akiknek a története éppen itt a 16. században indul, és a homo novus, maga az új ember kifejezése azt jelenti, hogy elsőként vállaltak valamilyen fontos szerepkört, fontos hivatali szerepkört a családban, és róluk szól ez a történet. Talán kiemelném, hogy a kiállítás egy része éppen azt az Eszterházy családot idézi meg, akik később a megye területének is a birtokosaivá váltak a 18. században, de hogy közelebb jöjjünk az adott korszak történelméhez, tehát a 16. századhoz, akkor említeném Pálffy Miklóst, a Pálffy család első olyan tagját, és hát a napjainkig is a legismertebb tagját, aki szintén erre a századra, akinek szintén erre a századra tehető, mind a közéleti, főleg, de inkább a katonai tevékenysége. A kiállításon nagy súlyt kapnak a különböző míves fegyverek. Ezek a családok magyar főnemesi családok, és a korszakban Magyarországon állandó háború van, még békeidőben is, ez a török hódoltság kora ugyanis. És ezen családok felemelkedésének egyik oka pontosan ehhez kapcsolódik, hiszen ezek a személyek, Nádasdy, Pálffy, Eszterházy, ezek katonai érdemek során emelkednek fel a társadalmi ranglét a csúcsára. Tehát a fegyver nekik egyrészt szó szerint munkaeszköz volt, minden napig részét alkottam. Főleg azokat a múzeumokat kerestem meg, akiknek kapcsolata van azokkal a családokkal, akikről a kiállítás szól, így a Győri Szántusz János Múzeumot és a jelenleg Rómer Floris Művészeti Múzeum, mert közben történt egy, ott is egy átalakítás, nem csak nálunk, és a Nádasdy családnak a birtokközpontját, a Nádasdy Ferenc Múzeumot Sárváron. A kiegészítő tárgyak, a kiegészítő természetesen idézőjelben, hiszen maga a mag szól csak a történelmi családokról, de maga a kiállítás egy korszakot igyekszik megidézni, és mi ezt a kisiparos emlékekkel próbáltuk Tatabánya környékére vonni, az pedig a Tatabányai Múzeum eddig még ki nem állított gyűjteményi egységéből egy kádárműhely felszerelése. A kiállítás szeptember 30-áig látogatható, hétfő és kedd kivételével az Agórában, a Tatabányai Múzeumban.